300 millió forint, egy luxusautó és egy jacht. Ekkora örökség reményében akarta megmérgezni élettársát egy férfi. Nem tudta, hogy a mesés vagyon csak mese. A nő ugyanis hazudott és hamisított papírokkal kecsegtette őt, hogy ne hagyja el. Az asszony túlélte a gyilkossági kísérletet, mert a férfi rosszul adagolta a mérget. Elismeri a bűnösségét a vád tárgyával tett bűncselekményben. Igen, elismerem. Egy méregkeverő vallomása. A jászapáti férfi 2 évvel ezelőtt mérget kevert a volt élettársa italába, de a vád szerint elszámolta magát, a szer nem hatott, az asszony életben maradt. A szolnoki törvényszék épületében járunk. Itt tartották meg nemrég a méregkeverő perének előkészítő ülését. V. Attilát gyilkossági kísérlettel vádolják. Gyermekkora óta ismertet 2010 év végén életmentős úton levelezni kezdtek, és kapcsolatuk szorosabbá vált. Mindketten elváltak, és össze is költöztek az asszony jászapáti otthonában. A férfi szobafestőként dolgozott, de soha nem volt pénze, és rengeteg adósságot halmozott fel. Nem hiszem el. A szomszédok azt mesélték, mindig is különösnek tartották a kapcsolatot. Pénz dologot az mindig fennállt, mert igaz, Attilának soha nem volt pénze, az Évájét vitte. Tehát az Éva tartotta el. Éva vette neki a telefont, mert elvesztette, vagy ellopták, akkor ő fizette neki, mondta, hogy a telefon számlával is, meg ennyivel, meg úgyhogy sokkal tartozik neki állítólag. A vád szerint az anyagi problémák ellenére az asszony ragaszkodott a férfihez, és mindent megtett, hogy magához láncolja. Először azt állította, hogy halálos beteg, tüdőrákja van, és az orvosok 2 hónapot jósoltak neki. A sértett az együttélésük során tartotta attól, hogy a vádlott elhagyja, ezért valótlanul azt állította a vádlottnak, hogy a sértett örökölt 128 millió forint pénzösszeget, egy Audi A8 típusú személygépkocsit és egy jachtot az elhunyt jogrokonaitól. V. Attila a tárgyaláson sem tagadta, hogy ez felkeltette az érdeklődését. Hihetetlen mesének tartottam, de mivel úgy gondoltam, hogy nem egy hazug emberke, kérdeztem tőle elég sok mindent, amire csípőből olyan szinten tudott válaszolni, hogy hihetően. Az asszony a vád szerint a kitalált betegsége miatt végrendeletet is készített, amiben a nem létező örökségét az élettársára hagyta. A nő folyamatosan bizonygatta az élettársának, hogy az állítólagos örökség létezik, sőt még hamis ügyvédi dokumentumokat is szerkesztett, hogy minél hihetőbb legyen a történet. Az örökség összege pedig a nő állítása szerint 1-2 év alatt a duplájára nőtt. V. Attila évekkel ezelőtt egy iskola felújításán dolgozott, és munka közben a kémia szertárból ellopott egy kis adag kálium-kloridot. Tudta, hogy a kálisóként is ismert anyag nagy mennyiségben halálos lehet. Vádlott a kilátástalan vagyoni helyzete miatt elhitte, hogy nagyon vagyonnal rendelkezik, és az örökség megszerzése érdekében elhatározta, hogy megölje a sértette. 2018. decemberében V. Attila már nem élt együtt az asszonnyal, de tartották a kapcsolatot. A férfi a vád szerint ekkor döntött úgy, hogy végez a nővel és megszerzi az időközben több mint 300 millió forintra növekedett állítólagos örökséget. Jégkását készített, a jégkockákra málna szörpöt öntött, és a szilárd kálium-kloridot megolvasztotta, majd az italba keverte, ezzel kínálta az asszonyt. Két részletben összesen egy új mennyiséget fogyasztott el a felolvadt jégkásában, jászberényben, a keszkuálóház partlójában, illetve később az otthonában. Meg a sértett a vádlott által készített jégkását annyira sósnak érezte, illetve annyira marta a gyomrát, hogy végül azt nem itta meg, majd a vádlott kiöntötte a pohár tartalmát a mosdókanyagból, és a poharat is kirogta. A sikertelen kísérlet után nem sokkal V. Attila felhívta egy barátját, mesélt neki az örökségről és a tervéről, hogy végezni akar az asszonnyal. Ezért egy rendkívül mérgező növényt, gyöngyvirágot kért a kollégájától. Csak hogy a két férfi telefonbeszélgetéseit már lehallgatták a rendőrök, ugyanis egy nagyértékű színes fémlopás miatt nyomoztak ellenük. Emberülés kísérlete miatt is eljárást indítottak V. Attila ellen, akinek a telefonja keresési előzményei között megtalálták azt is, hogy korábban a kálium-klorid mérgező hatásáról olvasgatott. Elismeri a bűnösségét a vád tárgyával tett bűncselekményben.
Igen, elismerem, mivel hogy a vallomásom alapján is elismertem, de nem a vádpont alapján. Tehát konkrétan nem akartam megölni. A férfi bevallotta, hogy mérget kevert az asszonynak. Azt sem tagadta, hogy gyöngyvirágot kért a barátjától, de azt állította, ő nem akart ölni, csak az igazságra volt kíváncsi. Én azt szerettem volna, hogy ettől, amit én csináltam, amit már bánok konkrétan, talán megtudom azt, hogy igaz-e valami. Tehát rosszul lesz esetleg, mondtam, és akkor talán elmondja nekem az igazságot. Tehát én ebből az indítatásból csináltam ezt a dolgot. Sajátos védekezés. A bíró és az ügyész órákig kérdezgette az első tárgyalási napon a vádlottat, hogy kiderítsék, igazat mond-e a férfi. Szóval nem kívántam a vállát, hogy szerettem mindent, csak elfogadtam tőle a vállát. Ezzel védekezett az a szabadbattyáni nő, akit egy évvel ezelőtt 25 évre ítéltek, mert megmérgezte a férjét. A váratlanul elhunyt férfi szervezetében elképesztő mennyiségű gyógyszert találtak. Amikor a rendőrök az özvegyet szembesítették ezzel, megtört. Az áldozat és a vádlott 30 éve voltak házasok. Az asszony azonban megismerkedett egy nála 20 évvel fiatalabb férfivel, vele akart új életet kezdeni, de a férje nem akart válni. A vádlott kezdetben a saját vérnyomás szabályozó tablettáit adagolt a férjének azzal, hogy vitamin. Két hónap alatt gyakorlatilag egy korábban orvoshoz nem járó sértett szervezetét sikerült olyan szinten tönkretennie, hogy gyakorlatilag többször is tudatzavaros állapotot idézett elő nála. Ezután kálium tablettákat szerzett, és ezt adta be hatalmas dózisokban. Ezt már nem élte túl a férfi. Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel a bíróság azt kívánja kifejezni, hogy a vádlott elvetemültettét különösebb megbánás nélkül követte el, és erre igazából még oka sem volt. A jászapáti mérgezés ügyében most még nem született döntés az előkészítő ülésen. A férfi hiába ismerte el, hogy káliumkloridot kevert a volt élettársa italába, azt tagadta, hogy meg is akarta volna ölni. A tárgyalás után szerettünk volna mi is néhány kérdést feltenni a vádlottnak, találkoztunk is vele, de nem akart kamera elé állni. Csak annyit mondott nekünk, hogy a volt élettársával, annak ellenére, hogy kiderült, meg akarta mérgezni, még mindig jóban van. Sőt, az asszony egyáltalán nem haragszik rá, néha találkoznak is. Kerestük az ügy sértettjét is, de nem találtuk otthon a nőt, nem tudtuk felvenni vele a kapcsolatot. A tárgyalás néhány hét múlva a tanúk és a szakértők meghallgatásával folytatódik. V. Attilát aljas indokból előre kitervelten elkövetett emberülés kísérletével vádolják, ezért a bűncselekményért akár 20 évre is ítélhetik. A kékfényben Miki Attila riportját látták.